Külföldi vállalkozások mutatkoztak be az ungvári építőipari és regionális vásáron. A kétnapos rendezvényt a Nemzeti Külgazdasági Hivatal finanszírozta. 2012-es év meghaladta az előző év külkereskedelmi forgalmát, elértük a 4 milliárd dollárt magyar-ukrán relációban. Ami külön örvendetes, hogy ebben nagyon jelentős szerepet játszik Kárpátalja megye, mintegy 50%-ot visz el ebből a két oldalú forgalomból. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy az áruk innen származnak vagy ide jönnek, de itt vannak azok a cégek, akik Magyarország felé orientálódnak. Az idei rendezvényen 19 magyarországi cég képviseltette magát, különféle profilokat képviseltek az élelmiszeripartól a gépgyártásig. A találkozón egy együttműködési megállapodás aláírására is sor került a Zala-megyei és a Kárpátaljai iparkamarák között. Vannak olyan vállalkozásaink, gépipari vállalkozásaink is, műanyagiparban is van feldolgozó, aki érdeklődik, de turisztikában is van érdeklődés ebbe a területbe. Reméljük, a határátlépés is majd könnyebb lesz egy kicsit, mert azért megnehezíti ezeket a kapcsolatfelvételeket. Arra törekszünk, hogy minél több magyarországi céggel tudjuk tartani a kapcsolatot, és csábítsuk ide ki Kárpátaljára, és hogy a kárpáti magyarság lehessen egy lépcsőfok az ukrajnai kapcsolattartás terén. Most is egy olyan apropóból vagyok itt. Vecsésről van egy Pannon gép nevezetű cég, amely egyedülálló vetőgépeket gyárt Európában, és akkor ők akarnak Ukrajna felé jönni, és ebben segítünk nekik, hogy ide ki tudjanak jönni, és tudják forgalmazni, úgyhogy kárpátai magyarok a segítőik itt. Magyarország Kárpátalja 7. legnagyobb külföldi befektetője. A magyar-ukrán vegyes vállalatok zöme az iparban, a mezőgazdaságban, idegenforgalomban és vendéglátásban tevékenykedik.